Nyáron már érdemes gondolkodni azon, hogy mi az, amit leszárítva eltehetünk, és aztán a tél közepén újból valami örömet tud nekünk szerezni. Az egyik ilyen a hortenzia. Bár tavaly májusban, május 7-én pontosan mínusz 8 fok volt, ezért a kihajtott hortenziák lefagytak, és nagyon kevés virág volt rajta emiatt nyáron, de azért a virágokból mégiscsak összeszedtem, levágtam egy csokorra valót, és megszárítottam, amelyből most készítek egy koszorút. Betekertem ezzel a szürke kis, hát milyen szalaggal, egy kötött szalag egyébként, ugye mert ez a szín megy az én hortenziáimhoz, ezek lilák, zöldek voltak, ez például egy zöld virágú hortenzia, amely amikor elvirágzott, akkor lett ilyen bordó a színe, egész nyáron gyönyörű zöld volt. Ez volt az a kék hortenziám, ami tényleg ilyen világító királykék volt. Ezek voltak a lilák, ez egy rózsaszín hortenzia volt, de nem az a klasszikus rózsaszín, hanem egy picit lilás rózsaszín még most is látszik rajta. Egy ragasztópisztollyal ott, ahol a legtöbb szár van, ott jól beragasztózom. És rányomom, úgy, hogy ne törjön, vagy minél kevesebb szirom törjön le róla. És akkor ezt a szárát, ami itt van, ezt viszont már lecsippentem. Úgy, és próbálom elhelyezni, hogy mindenhol legyen nagyvirágú is, meg rózsaszín is, meg kék is. Ez így lesz jó. Levágtam hosszú szárral, amilyen hosszúval tudtam a hortenzia virágokat, akkor, amikor a legszebb volt. Hát nem mondom, hogy nem fájt, mert hogy kevés volt. Amikor tele van virággal, akkor az ember könnyebben vág le egy-kettőt. És azokat a hosszú szárú virágokat betettem egy vázába, és így függőlegesen szárítottam. Nem éreztem azt, hogy ez gond lenne. Egyébként valószínű úgy is működne ez a koszorú, hogyha még a nyers virágokat ragasztanánk föl, és itt hagynánk megszáradni. És egyébként azt nézem, hogyha csak így rakjuk föl, hogy az egyik felére, hogyha csak pár szálunk van, akkor is szép lenne. És ez a mi virágunk, tehát ez mindennél szebb, mert hogy nálunk nőtt. Pont elég lesz, de jó. Tehát ez is azt mutatja, hogy ne csak a napnak, meg annak a pár hétnek a történéseiben gondolkodjunk, hanem gondolkodjunk ugyanúgy, mint a konyhában, hosszú távon, mert annál gazdaságosabban jövünk ki. Tehát már nyáron gondoljunk arra, hogy mi lesz télen, például ezzel, vagy a hagymás növényekkel. Tehát, hogy ez a jó a kertben, hogy hosszú távon gondolkodunk. Ugye a konyha kertben is úgy gondolkodunk, hogy oké, terem, most nagyon jó, de már gondolunk arra, hogy télen is legyen zöldségünk. És akkor utána fogjuk és kicsippentjük a szárait, hogyha már tényleg jól odaragadt. Szerintem ez elég szép lett. Most már csak azt kell kitalálni, hogy lógatom fel az ajtóra, kopogtatónak, vagy az ablakra. Na, szerintem ez legyen alul, középen.
És akkor egy másik, egy ilyen szép, szintén szürke akasztót készítek neki. Ta-tám! Én neveltem őket, én szárítottam, és én készítettem a koszorút is. Ilyenkor a fánk szezon közepén nagyon jól jön egy gyors, de nagyon finom és kapós recept. Hát erre a legjobb, ugye, a csöröge fánk. 30 dekagram finom liszt, ebben eldörzsölünk 5 dekagram vajat. Egészen addig morzsolgassuk, amíg eltűnnek a vaj darabok a lisztben. Hozzáadunk 1,5 deciliter zsíros tejfölt, 3 tojás sárgáját, ettől gyönyörű színe lesz a tésztának. Reszelünk egy biocitrom héját hozzá. Adunk egy csipet sót, 1 evőkanálnyi cukrot és szódavizet. Először egy picit adok csak hozzá, és majd ahogy elkezdem gyúrni, érzem, hogy még mennyit adjak hozzá. Az a lényeg, hogy egy jól nyújtható, viszonylag kemény tésztát kell kapnunk. A szódától lesz levegős ez a tészta. Letisztított felületre ki is boríthatjuk, simára átgyúrjuk. Közben egy edénybe föltesszünk, hát azért vastagon olajat, mert el kell süllyednie majd a kis csörögéknek az olajban, és ugyanúgy, mint a fánknak, közepesen forróra melegítjük. Ha összeállt a tésztánk, akkor alálisztezünk a felületünkön, körülbelül egy olyan 3-4 mm vékonyra kinyújtjuk ezt a tésztát. Ahány ház annyi szokás, hogy milyen formára alakítják a csörögét. Most mutatok egyet-kettőt, de bárhogy lehet formázni, ez tényleg már mindenkinek a saját kreativitásán múlik. Akár késsel, akár egy dereje szaggatóval, ez a Morbás nagymamáé volt, kivágjuk. Lehet azt csinálni, hogy csak ilyen csíkot vágunk, és azt hurkoljuk, és így dobjuk bele a forró olajba. Na ezért kell, hogy legyen bőségesen olaj az edényben, mert látjátok, lesüllyed. Nálunk pedig a következő képpen vágtuk. Középen megvágtuk, és a két szélét kifordítottuk. De tényleg, ahány helyre ment az ember vendégségbe vagy megy, mindenütt máshogy formázzák a csörögét. Lehet négyzet alakúra is vágni. Már csak egy kis porcukorra és baracklekvárra van szükségünk. Legújabb receptjeinket megtalálhatjátok az egy.hu receptkeresőjében.